telefonvonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Milyen feladatot láttak el és hol? Ugye, ahogy említettem, speciális kutyákat is használtak. Igen, múlt hét pénteken a katasztrófa védelem felkérésére érkeztünk Dunaújvárosba, és egy nagyon korrektek irányítás mellett végeztük a munkánkat. A szegedi vízimentőkkel közösen hajózva, és a koreai szakembereket is magunkkal szállítva, az volt a feladatunk, hogy a Duna két oldalán lévő ártéri erdős részeket, ami az áradás folyamán víz alá kerültek, illetve azokat az uszadékokat nézzük át, amiben esetleg felakadhatnak a testek. Itt a munkát nagyon nehezítette, hogy nagyon meleg volt, és a kutyákat ez nagyon megviselte, de emellett ilyen 6-8 órákat dolgoztunk folyamatosan. A későbbiekben egy német különleges kutyás csapat is megérkezett a helyszínen, akiket a vízimentők szállítgatták egy másik irányba, és sokszor volt, hogy kontrolláltuk a ő jelzéseiket, és így össze tudtunk dolgozni. Igazság szerint tegnap érkeztünk fel egész Budapest alá, tehát átnéztük ezt a Duna szakaszt, és jelenleg is itt várjuk a fejleményeket, és dukkolunk, hogy mindenki meglegyen, és ne kelljen tovább kutatni, mert ez nagyon nagy terület, tehát nagyon nagy falat lenne. Ezt is akartam kérdezni, hogy mennyire tud eredményes lenni ilyenkor a munka, hogyan tudják használni a kutyákat, mekkora segítségek ők? Igazság szerint Szolnokról érkezett egy szakember kutyával az életjeltől, illetve Miskolcról 3 kutyával érkeztünk. A kutyákat felváltva kell használni, és igazság szerint nagyon nagy intenzitással és eredménnyel lehet használni ezeket a kutyákat. Tulajdonképpen azokat az érzékszerveiket használjuk fel, amit az ember nem képes tulajdonképpen, nem lát a uszadékok alá, nem érzi meg azokat a molekuláris dolgokat, amit még a kutya jelezni tud, és ezzel tudja segíteni a munkánkat. Ne haragudjon, hogy közbevágok, de mennyire nehezíti meg az, hogy vízben kell keresniük a kutyáknak? Igazából a kutya a csónak elejéből szagolja a vizet, és az áldozatokról feljövő szagmolekulákat, zsírmolekulákat, hajszálakat, bélgázokat jelzi, tehát molekuláris szaglásra van szükség, ez nagyon hosszú idei tapasztalatra van szükség, és nagyon sok betése, hogy ezek tényleg nagyon pontosak és nagyon eredményesek legyenek. A délkorai kollégákkal együtt dolgoztak, ezt említette, mennyire volt eredményes, ők hogy viszonyultak önökhöz, mennyire volt a közös munka gyümölcsöző? Én azt láttam, hogy nagyon baráti kapcsolat alakult ki, imádják a kutyákat, és nagyon meg voltak döbbenve, hogy tényleg milyen stapabírók ezek a kutyák, és mennyire kitartóak. Beszélgettünk ezeknek a úgymond képzési módszereiről, tehát nagyon sok mindent megtudtak itt a mi munkánkról, és én úgy láttam, hogy nagyon tetszett nekik a hozzáállásunk is, és a munkabírásunk is. Leocki Lászlónak, a Spider mentőcsapatának